estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Messzire vitte a magyarok jó hírét az olimpián Kozák Luca. Habár a döntő most még nem jött össze, fair play díjas cselekedetével a nemzetközi sajtó tiszteletét is elnyerte a debreceni gátfutó. Vendégem az olimpikon atléta. Szervusz, Luca, köszöntelek a műsorban. Na hát egy egészen emlékezetes időszak van itt most mögöttünk, ugye te is még frissen érkeztél az olimpiáról. Jetlag, időeltolódás, hogy vagy vele? Egészen jól vagyok, körülbelül egy hete érkeztem haza, úgyhogy szerencsére viszonylag jól viselem, néha ilyen 3-4 körül még így rám jön egy ilyen kis álmosság, de az alvással nincs önbe, úgyhogy szépen lassan visszaállok azért. Nyilván azért nem mindenki tudja elképzelni, hogy ilyen távolságokon belül hogy lehet mozogni, hogy lehet ugye akár egy versenyre is felkészülni, hát jó messzire mentetek innen Magyarországról. Hogyan indult az akklimatizáció, hogyan nézett ki ez az olimpia előtti időszak nálad? Ugye most voltak elég különleges Covid szabályok, az egyik az volt, hogy csak 5 nappal a versenyszám előtt lehetett beköltözni a faluba, hogy egyértelmű volt, hogy előtte valami kis akklimatizációs edzőtáborra szükség lesz, és mi Tocsikiben voltunk a magyar atléták, úgyhogy ez nagyon jó volt, egy ilyen 6-7 napot töltöttünk ott. Elég érdekes volt, mert teljesen be voltunk zárva, tényleg még az emeltek között sem nagyon mászkálhattunk, A meg B csoportra voltunk bontva, de ezt nagyon jó hangulatba telt, meg tudtuk csinálni a munkának a legnagyobb részt, amit akartunk. Úgyhogy onnan amúgy ilyen fejlődés volt átmenni a faluba, hiszen ott is borréba voltunk, de mégis volt egy kicsit nagyobb mozgásterünk. Ez a Covid mizéria, ezek a szabályok, nyilván a japánokról tudjuk, hogy nagyon szeretik ezeket hatványozottan betartani. Az olimpiai élményt úgymond egy picit hátrébb szorították, vagy pedig azért úgy nagyjából megvolt az az élmény, hogy ott vagytok 201 néhány országnak a versenyzői, és azért lehet ismerkedni, lehet beszélgetni, lehet kapcsolatot kialakítani. Tehát megvolt az a jó kis olimpiai feeling? Szerintem teljes mértékben megvolt. Nyilván kicsit visszafogottabb volt mindenki. Voltak nagyon érdekes megoldások, például az étkezőben ilyen plexifal volt, előttünk is mehetünk, úgyhogy így esélytelen volt, hogy bárkit is halljál, meg tudjál vele beszélgetni, de szerintem tényleg nagyon örülök, hogy meg volt tartva egyáltalán, és hogy nagyon sok szabály volt, de mindenki igyekezett betartani, és az élménynek nagyon jó volt, és nagyon jó hangulat volt kint. Na és akkor a verseny, ugye az előfutamban láthattunk először, versenyezte már VB-n, EB-n, szép eredményeket értél el, az olimpia hiányzott eddig. A futás előtti néhány percre mesélj már nekem, milyen volt? Teljesen más érzés volt, vagy olyan volt, mint egy átlag nemzetközi verseny? Olyan volt, mint bármelyik másik verseny. Nyilván most teljesen üres stadionban futottunk, hogy az kicsit így, hát nem azt mondom, hogy zavaró volt, de jobb lett volna, hogyha vannak nézők. Utána már később egyre több sportoló ki tudott jönni, úgyhogy ott is nagyon jó hangulat volt a pályán. Nyilván az első futás az reggeli futás volt, szokni kellett a meleget, a kórumot, tehát az egy ilyen ismerkedés volt a környezettel. Úgyhogy ott azt futottam, amit kellett, ilyen második, harmadik helyre pozícionáltam magamat a futás előtt, és tényleg ott be is jöttem azt mondani, harmadik helyen. Úgyhogy ennek örültem, hogy megvolt így az alapelvás magammal szembe. Nyilván a középdöntőben én jobbat akartam futni, vagy máshogy terveztem a futás, mint ahogy sikerült. De ilyen a gátfutás, benne van egy rontás bármikor a pakliban, úgyhogy sajnos nekem pont most jött ki. De még motiváltabb vagyok, mint előtte, és tényleg tudom, hogy nem ez az egy futás fogja így az egész szezonomat. Tehát nem ez mutatja meg, hogy milyen volt a szezonom, és még azért van pár verseny hátra. Ha már így a középdöntőt is felhoztad, azért bizakodva néztünk, ültünk le a kamerák elé, a képernyők elé, hiszen ugye sokan szorítottunk neked, nem hiszem, csak Debrecenből, hanem itt az egész országból és határon túlról is. És hát aztán elrajtolt a verseny, aztán ugye jött ez a szerencsétlen bukás, viszont aztán jött egy egészen emlékezetes megmozdulás, amit ugye azóta is láthatunk rengeteg portálon, ugye a jamaikai Yannick Thompsont segítetted fel, aki szintén bukott már korábban, mint te. Na hát erről mesélj, mert ugye amikor ez kijött, akkor a Twitter is ugye tele volt azzal, hogy erről szól az olimpia. Nagy büszkén tényleg ott állhattunk, hogy ahogy a beharangozóban is hallottuk, jó messzire vitted a hírünket. Hogy volt ez az egész momentum, a cselekedet, ezt az egészet hogy élted ott meg? Igazából egy kicsit én meglepődtem utólag, hogy ezt az egészet így felkapták, és így ennyi helyen megosztották, hiszen én nem voltam semmi, ez fair play díjas cselekedet lenne, csak egyszerűen nem mentem felsíteni. Általában, amikor valaki bukik, körülbelül 5-6 mentős meg szokta rohamozni. Itt most valami miatt, amikor mi elestünk, akkor úgy senki nem jött oda, és én azt hittem, hogy megsérült, mert tényleg nagyon rosszul nézett ki, és nagyon úgy feküdt a földön. Úgyhogy szerencsére neki sincs semmi bajom, nekem sincs semmi bajom, és így tényleg ismerünk egymást már régóta. De tényleg nagyon-nagyon sok volt utána kérdezte, hogy én hogy vagyok, ő hogy van, úgyhogy így pontosan tudtuk, hogy mit érez a másik, és így át tudtuk érezni ezt. És tényleg én meglepődtem, hogy ez ennyire fel lett kapva, de nyilván jól esik az embernek.
Összességében azért, hogyha azt vesszük, hogy volt egy nagyon jó futásod, ugye az alapelvárás az volt, hogy az elődöntőbe bekerülj, aztán jött ez a szerencsétlenség, amit mondtál is, hogy ugye bárkivel megesett, hát nyilván azok a gátak azért vannak ott, tehát nem hiszem, hogy van olyan, aki valaha egyet se borított fel. Biztos, hogy nincs. Mi is ugye tapasztaltuk már, mikor egyszer vendégeskedtünk nálad. Szóval azért összességében versenyélményben, sportértékben ez az olimpia, ez számodra mennyit nyújtott? Nagyon jó élmény volt egyértelműen, nyilván sajnálom, hogy így alakult, de biztos, hogy okkal történt, és lesz még olimpiám. Tehát tényleg, amikor lejöttem, kísértem magamat, annyi érzelem volt bennem, hogy nem feltétlenül csak szomorúságot éreztem, hanem hogy ott úgy minden rám szakadt. De utána tényleg végigmondottam, hogy jövőre lesz felett pályás VB, szabadtéri VB, EB, utána ugye Budapesten lesz a világbajnokság, és úgymond csak 3 év múlva lesz Párizs, úgyhogy nem 4, hanem csak 3 évet kell várni a következő olimpiára. Nyilván ezekből nagyon sokat tud tanulni az ember, és versenyre versenyre érettebb és érettebb versenyző leszek én is. Úgyhogy remélem, hogy tényleg Párizsban biztos, hogy ott akarok lenni, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Maga az olimpia egyébként, az olimpiai élmény az, hogy ugye te, amikor elkezdted ezt a sportágat, nyilván mindenki az olimpiára szeretne kijutni. Ez most megadatott, ott voltál. Most tényleg már egy egész ország megismerte a nevedet. Ez mekkorát nyújtott számodra, ez a tokiói élmény az, hogy ott lehettél egy a világ talán legfontosabb eseményén, és a hazánk színeit képviselted? Én teljesen úgy mentem oda, hogy nem szeretnék magamra semmilyen terhet tenni azzal, hogy ez egy olimpia, hiszen egy világbajnok sem mezőnyitől semben nem különbözik. Úgyhogy én úgy is mentem oda, tényleg nagyon jó élmény volt, nagyon élveztem a futásokat, nagyon jó mindig a legjobbakkal összemérni, hogy éppen hol tartunk. És tudom, hogy így nagyon, tehát sokkal többen írtak, gratuláltak, tehát érzem azt, hogy olimpiát azért egy átlagember sokkal jobban követ, mint mondjuk egy világbajnokságot, úgyhogy emiatt is egy hatalmas élmény volt, hogy tényleg olyanoktól kaptam üzenetet, akiktől is én nem is gondoltam volna. Például Instagramon írt Eros Ramazzotti. Az igen. Hogy ez a legnagyobb flexom utána, hogy ő ért, igen. Hát lehet a következő albumával lesz egy Kozákusza, track 8, és akkor ott leszel, hogy... Leszek. Na hát ez egy egészen komoly elismerés. Igen, mit válaszoltál rá? Írtam, hogy köszönöm, hogy írt nekem, és akkor még írta, hogy soha ne adjam fel. Nyilván követte az olimpiát, mert pont akkor, amikor én futottam, akkor volt 2 olasz aranyérem, tehát egyértelműen, hogy nem miattam nézte, de jó eset, hogy tényleg így nézik, és rengetegen nézték, és rengetegen írtak, és gratuláltak, és szerintem a legtöbbnek még nem tudtam válaszolni, úgyhogy akinek nem válaszoltam, attól elnézést kérek, igyekszem szépen lassan mindenkinek válaszolni. Egyébként láttál-e bármit a városból? Mennyire volt ez tényleg szigorú? Hallottuk, hogy azért nagyon-nagyon szoros volt, feszes volt a tempó, és nagyon szűk keretek közé voltatok szorítva. Ez a gyakorlatban is így nézett ki? Hát a maga az olimpiai falu az azért nem volt annyira kicsi, volt körbe egy ilyen futópálya, azért 3 kilométer volt, tehát úgy azért úgy el lehetett menni. Mi annyit láttunk, amennyit a buszból a pályára menet láttunk, az körülbelül egy félórás buszút volt. Nyilván most annyira keveset voltunk kint, hogyha nem lett volna Covid, se fért volna bele a városnézés, de azért úgy nagyon érdekes egy ország, és én vissza szeretném majd menni, hogy szétnézni, hogyha így helyre áll minden. De sajnos most tényleg csak a falu és a pályát láttam, meg a repteret, és Tocsikiban ugyanezeket. Na és akkor néhány szóban zárásként, nem ért még véget a szezonod, most van egy pici pihenő, vagy már most ismét munkába álltál, hogy fog kinézni a következő néhány hónap? A múlt hét ez egy kicsit ilyen átmeneti időszak volt, edzettem, de inkább csak ilyen könnyebb munkákat végeztem, úgyhogy most megyek majd, így hétfőtől kezdődik rendesen a munka. Van egy pár verseny még szeptember közepéig, úgyhogy azokat szeretném megcsinálni nagyon jól. Szeretném magamnak is bebizonyítani, hogy jó formában vagyok, és hogy tudok én sokkal jobbat futni, mint amit most itt az olimpián mutattam. Úgyhogy most ez a következő, hát egy bő egy hónap erről fog szólni, hogy pár versenyzés, edzés, utána meg egy jól megérdemelt pihenés. Hát akkor ehhez is sok sikert kívánunk, és köszönjük az élményt, köszönjük azt, hogy tényleg nagyon-nagyon messzire vitted a jó hírünket, és hát tényleg le a kalappal az egész teljesítmény, és az egész olimpiai csapat, és hát közt a te teljesítményed előtt is. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőnk, ennyi volt már a Hajrá. Várom őket a következő héten is a viszontlátásra.